Társa, kedves jelenlévők, egy hagyományteremtő szándékú prezentáció fog most következni a következő percekben. Véget ér a parlamenti ciklus, napokon belül, 17 nap van a választásokig hátra. Eltelt 4 év, ebben a 4 évben országgyűlési képviselőként is dolgoztam a Magyar Országgyűlésben. Ennek a munkának az eredményeit, legfontosabb döntéseit, amiben közreműködhettem, szeretném bemutatni az önök számára. Hagyományteremtő szándékkal reméljük, majd 4 év múlva, 8 év múlva is lesz majd hasonló a képviselőtestület. Előbb most szerencsés esetben ugye egy esés van, de a későbbiek folyamán is bízunk benne, hogy lesz hasonló beszámolóra példa. Szóval akkor jöjjön ez a beszámoló az elmúlt 4 év országgyűlési képviselői munkájáról. Alapvetően arra törekedtem a beszámoló összeállításakor, hogy ne keverjem össze a polgármesteri munkát, vagy a polgármesteri munka révén megszerzett forrásokat, a kerületnek megszerzett forrásokat, az országgyűlési képviselő minőségben elért állami támogatásokkal, tehát ezt most külön kezelve, külön kizárólag az országgyűlési munkára fókuszál ez az összeállítás. Az összeállításnak alapvetően van 2 iránya. Az egyik irány az a jogalkotás tekintetében vizsgálta a munkát, a másik pedig az eredményesség tekintetében olyan összefüggésben, hogy mennyi forrást tudtunk a 17. kerület számára az országgyűlésben kiharcolni. Az első, amivel foglalkoznék tehát, a jogi kerete az önkormányzati működésnek, már amit az országgyűlésben ezzel kapcsolatban sikerült elérni. Kezdjük az első diával. Az önkormányzati hatáskörök, a jogalkotás rákosmente ezen belül milyen eredményeket tudott kiharcolni. A következő dián látjuk, hogy ennek a munkának az egyik legfontosabb területe az önkormányzati törvény volt. Az önkormányzati törvény, amely új alapokra helyezte az önkormányzatok működését, egy nagyon fontos jogszabály volt a most befejeződő ciklusban. Nagyon sokféle szándék, érdek megjelent a törvény előkészítése kapcsán, amely tekintetében a kerületek, a fővárosi kerületek is erősen érintettek voltak. Hogy kezdjem az első gondolattal, először is sikerült megvédeni minden káros jogszabályváltozástól a fővárosi kerületeket. Miért kell ezt kiemelnem? Azért kell, mert voltak olyan elképzelések, hogy a fővárosi kerületek egy részét összevonják, köztük lettünk volna mi is, több kerület esetleg egyesült volna, vagy a hatásköröket csorbították volna erősen, és egyfajta előjárósággal fokoztak volna le bennünket, amely mondjuk kulturális ügyekben esetleg, meg sportügyekben illetékes, de azon kívül szinte semmi másban nem. Ezeket a tervezeteket, ugye ezek a belügyminisztérium házatáján készültek első körben, sikerült jó kritikai irányjal kijavítani, és olyan jogszabályt elfogadtatni a Magyar Országgyűléssel, amely nemcsak hogy megőrizte a kerületi hatásköröket, hanem ilyen értelemben a főváros relációjában meg is erősített bennünket. Nagyon fontos volt, hogy pontosabban szabályozzuk a főváros és a kerületek viszonyát, mint eddig korábban. Ugyanis rengeteg hatásköri átfedés volt, rengeteg olyan hatásköri vita, amelyek nem tettek jót a főváros működésének. Az új ÖTV ilyen szempontból sokkal precízebben fogalmazott, mint a korábbi, és a 2 fontos tényező hatóság, a fővárosi kerületek működése szempontjából ez mindenképpen előny. Az új jogszabály kimondta, hogy a fővárosi és a kerületi önkormányzatok alapjogaikat tekintve egyenlőek, ez egy nagyon fontos sarkalatos mondat volt a jogszabályban, és ahogy kimondta azt is a jogszabály, hogy minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik. Tehát ezek úgymond az alap tézisei voltak a mi törekvéseinek, hogy ezt ki kell mondani, minden kerület ilyen értelemben egyenjogú kell, hogy legyen. A hatáskörök tekintetében sikerült elmozdulni abba az irányba, hogy a főváros a kiemelt forgalmú utak iránt felelős, és a kiemelt közparkok és közterek tekintetében, és így a kerületek számára nagyobb hatáskör lett biztosítva, hogy közterületeink állapotában eredményesebben tudjunk közreműködni és azokat fejleszteni.
Az ÖTV tehát megerősítette a kerületeket, pontosan szabályozta a fővárosi kerületek viszonyát, és abban is előrelépést jelentett, hogy a törvényességi felügyeletet is megfőképpen biztosította a kormányhivatalok útján. Ez volt az egyik olyan sikerpont, amit úgy könyvelhetünk el, hogy a fővárosi kerületek viszonyában jól tudtunk érvelni a kerületek önállósága mellett. A következő diára lépve, a következő nagy munka az a járási rendszer kialakítása kapcsán merült föl, ugyanis itt is gyakorlatilag teljesen új alapokra került Magyarország közigazgatása, és azon belül Budapest közigazgatása is. A járási rendszert az egész országban bevezették, és olyan tervezetek, elképzelések voltak, hogy Budapesten 7 járás alakítanak ki, és nem lehettünk volna mi önálló járási székhely, csak más két kerület, mint a Kőbánya és a 18. kerület, tehát közösen. Itt is jelentős erőket fejtettünk ki törvényalkotóként, és a Budapesti Önkormányzati Szövetség elnöksége részvételével, hogy elérjük azt, hogy minden fővárosi kerületben alakulhasson önálló járás, azaz körzet a törvénytervezetnek a terminológiája szerint. Így végül is belekerült a törvénybe az a nagyon fontos mondat, amit ott látnak a legelején. A kerületi hivatal illetékességi területe megegyezik a fővárosi kerület közigazgatási területével, tehát minden kerület egy körzet, egy járást jelent. Így tehát Budapesten megalakulhatott a 23 járás, és azon belül pedig itt a 17. kerületben is a szomszédunkban. Komoly vita volt a hatáskörök tekintetében. Az fönt a dián látható hatásköröket mind szerette volna az állam elvinni magával, és ő tovább folytatni ezeket a feladatokat. Itt ezeket mi sarkalatos kérdésnek tekintettük, hogy maradjon meg helyi hatáskörben, és ne kerüljön át a járásba. Ezek meg is maradtak, és a kerületek ma is élhetnek ezekkel a jogokkal, ezekkel a hatáskörökkel. A következő, szintén még a jogalkotás, a jogi keretek tekintetében egy eredmény volt a szabálysértési törvénnyel kapcsolatban. Itt is voltak viták, ugye leginkább arról, hogy ki az, aki szabályozza Budapesten, hogy mely közterületen nem lehet életvitelszerű lakhatás. Ugye leginkább a hajléktalan kérdés sem van az összefüggésben. Az eredeti előterjesztés is itt a parlament előtt még arról szólt, hogy ez csak a fővárosi önkormányzat kizárólagos jogaként jelenik meg, tehát csak a főváros mondhatja meg, hogy Budapest területén hol tilos az életvitelszerű lakhatás. Bekerült a törvénybe végül az, hogy a kerületek javaslatát főváros köteles beemelni vonatkozó rendeletébe, tehát ha mi megmondjuk azt, hogy hol szeretnénk ezt tiltani, akkor a fővárosnak ezt szabályoznia kell annak megfelelően, mérlegelés nélkül. Így ez a fajta kerületi hatáskör és jogkör tehát élő. Menjünk tovább. A jogi keretek után a következő fontos kérdés volt az önkormányzati finanszírozás. Ugye 2006 óta azt tapasztaltuk szinte minden évben, hogy alulfinanszírozottak a települési önkormányzatok, azon belül a kerületi önkormányzatok, tehát kevés az a forrás az ellátott feladatokhoz képest, amit az államtól megkapunk. Ebben a kérdésben is nagyon nagy változások történtek ebben a ciklusban, és ezen változásokban igyekeztem én is kerületek érdekében föllépni. Szeretnék néhány számot bemutatni, hogy milyen nagy, fontos önkormányzati ágazati döntések születtek, és abból Rákosmente milyen módon részesült, és milyen módon tudta a kerület hasznát kihozni. Átállt a rendszer 13-tól a feladatfinanszírozásra. Egy igazságosabb rendszer jött létre, amelynek keretében a magyar állam átvállalta a közoktatási intézmények bérkiadásait, ideértve az általános iskolák és gimnáziumok, illetve az óvodák pedagógusi bérek és járulékainak a kiadásait. Ez egy nagyon jelentős összeg, amit látható, majdnem 3,5 milliárd forint, amit az állam ma már helyettünk kifizet minden évben. Ez a szám egyébként a 2012. évi teljes év kiadása volt bér és járulék tekintetében ebben az ágazatban. Átvette a települések adósságát is a kormány, ezzel is jelentős segítséget adott minden településnek, ez a kerületet érintően ebben a 2,6 milliárd forintban testesült meg.
Az államtól abban is kaptunk segítséget, hogy a középkeztetésre többet fordíthattunk. Jelesül közel 300 millió forinttal növekedett az állam által biztosított normatíva. Kaptunk egy új támogatási formát, ez az üzemeltetési támogatás, ez az intézmény fenntartásban nagyon fontos, ez 144,5 millió forinttal egészíti ki az intézményi költségvetéseket. Ezek a nagy keretösszegek is, akkor menjünk még tovább, ami még a kerület pénzügyi helyzetét javította. Itt most már konkrétan egyéni képviselői indítványokról szeretnék beszélni, amelyek az önkormányzat pénzügyi helyzetét javították, és a költségvetésünket segítették. Ilyen volt a forrásmegosztási törvény többszöri módosítása. Ugye nem tudom, ki emlékszik még, az előző ciklusban, 2006. decemberében, akkor még a szocialista, szabaddemokrata többségű országgyűlés hozott egy törvényt, az új forrásmegosztási törvényt, amely 2007. január 1-én lépett hatályba. Ez a törvény meghatározta a kerületek részesedési arányát, és ebből adódóan Rákosment egy nagyon súlyos veszteséget szenvedett el. Ez azt jelenti, hogy 2012-ig folyamatosan minden évben 5%-kal csökkent a részesedése a forrásmegosztásból. Ugye ez minden évben több 100 millió forintos mínusz termelt a költségvetésben. Miután megalakult az új országgyűlés, készítettem egy képviselői módosító indítványt. Az első körben ezt az 5%-os csökkenést 2%-ra sikerült redukálni. Ezzel is jelentős forrás maradt meg így Rákosmente költségvetésében, tehát kevesebbet veszítettünk a korábban meghozott törvény kapcsán. A következő törvény módosítása, forrásmegosztási törvényt illetően szintén tőlem ered, amely a működési deficit számítási módját változtatta meg. Egy kicsit bonyolult ez a jogszabályhely, de a lényeg az, hogy nem, a törvény alapvetően nem korrekten számolt el. Ugye gyakorlatilag ott volt magasabb a működési deficit, ahol nagyobb önrészt biztosítottak a feladatellátáshoz az egyes kerületi önkormányzatok, és ott biztosítottak nagyobb önrészt, ahol több pénzük volt, módosabbak voltak. Viszont ez a fajta hozzáadott érték határozta meg, hogy kinek mennyi jár a forrásmegosztásból. Ezt sikerült jó irányba terelni egy átlag normatíva bevezetésével. Összességében ez a két intézkedés, a két módosító indítvány a kerületnek, miután ezeket az országgyűlés elfogadta, 230 millió forint, durván 231 millió forint többlet forrást eredményezett. Tehát ennyivel tudtuk korrigálni a fővárosi forrásmegosztást. És volt még most ciklus végén egy utolsó módosítás, amiről korábban már beszámoltam, szintén egy módosító indítvány, itt többen voltunk kerületi polgármesterek, akik ezt benyújtottuk. Itt a be nem fizetett iparüzési adó után kivetendő pótlékok és bírságok összegét sikerült megosztani, betenni a forrásmegosztás rendszerébe, így abból is tudunk részesedni. Ez 2014-ben 23 millió forinttal javította a költségvetési pozíciónkat. És most jön még mindig a forrás oldal és a biztosítása a bevételeknek címszó alatt a legnagyobb tételünk, a repülőtéri telekadó. Ugye ez a fajta jogszabályváltozás, hogyha csak ezért mentem volna be a Magyar Országgyűlésbe, akkor már önmagában ezért érdemes volt, hogy ezt sikerült átverni a parlamenten, és ez a jogszabály módosult ebbe az irányba. Tudni kell azt, hogy 2012 előtt egyetlen fillér nem származott a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér működéséből, egyetlen egy fillér, csak a zaj. Csak a zaj, ami sújtotta Rákosvény lakóit, ezen kellett változtatni. Ezért nyújtottam be azt a törvényjavaslatot, hogy a telekadó az terjedjen ki a repülőtér külső területeire is, beleértve a futópályákat és azok tartozékait, és ez 2012-től kezdődően hatályosult. Ennek köszönhetően 2012 és 2014 között az önkormányzat közel 2,2 milliárd forint új bevételt tudott elkönyvelni. Ez a bevétel nagyon fontos lába a költségvetésünknek, ez éves szinten ugye közel 800 millió forint, ami nélkül a működésünk nagyon megnehezülne. Tehát az egyik legfontosabb eredmény a bevételi oldalon, ami a működést alátámasztja, amely az intézményrendszert fenntarthatóvá teszi a meghozott takarékossági döntéseken túl, az ez a bevétel. Ez
azt gondolom, hogy egy nagy eredmény. A következő dia most már egy újabb kérdést vet föl, hogy milyen egyéb módon próbáltuk még a repülőtér működését a törvényesség irányába fordítani, és hogy hogyan próbáltuk a zaj problémával összefüggésben a kerületek jogait és azon belül Rákosmente jogait is szélesíteni. Szintén egyéni képviselői módosító indítvánnyal sikerült belenyúlnom a légiközlekedési törvénybe, és azon belül a légiközlekedési bírság kérdését céloztam. Ugye ez egy nagyon fontos tétel, azok fizetik a légiközlekedési bírságot, azon repülőgépek, amelyek szabálytalan repüléseket végeznek, tehát nem az előírt légi útvonal szerint haladnak, hanem másképpen. Ugye ez Rákosegyet érintően egy fontos kérdés, hiszen a kormány rendeletben le vagyon írva, hogy a felszállás után élesen balra kell kerülni, és kikerülve ezáltal Rákosegy lakott részeit. Ez a 97-es vonatkozó kormányrendelet, ezt nagyon sok repülőgép nem tartja be, hanem egyenesen átszáll a rákoshegyi déli területek fölött, na azok bírságra számíthatnak. Csak hogy ezt a bírság kérdést nem nagyon feszegette eddig a kormányzat a 2010 előtti időszakban végképp, de a 10 utáni időszak kezdetén sem, és ezért sikerült bele folynunk a rendeletbe mégpedig úgy, hogy a települési önkormányzatok is ennek a rendeletnek kidolgozásában elmondhatták a javaslataikat, és így egyébként egy nagyobb hatékonyságú hatósági fellépést tudtunk elérni, hiszen azóta már előfordulnak ilyen típusú bírságok, tehát van egyfajta visszatartó erő a légitársaságok számára, hogy betartsák a közlekedési útvonalakat. Egy másik törvénymódosítás szintén általam ment át végül is az országgyűlésen, a reptér fejlesztésével van összefüggésben. Ugye az egy nagyon fontos kérdés, hogy a repülőteret hogyan, milyen módon fejlesztik, annak milyen hatásai vannak a régióra, Rákosmentére, hiszen ha egy hatalmas bővítés itt mondjuk a szomszédunkban végre hajtódik, akkor az biztos, hogy forgalomnövekedést fog generálni, és azt valamilyen módon kordába kell tartani. Ezért átment a törvényen az a javaslatom, hogy nemzetközi kereskedelmi repülőtér fejlesztésére a miniszter csak úgy adhat engedélyt, hogy figyelembe veszi az érintett települési önkormányzatok véleményét. Ez ma a jogszabályban foglalt. Nem fejlesztett azóta ugye a repülőtér, az utolsó kísérlete a kargóbázis lett volna, de az egyelőre el van napolva. Úgyhogy ez egy fontos jogszabályváltozás. Még amit esetleg a reptérrel kapcsolatban elmondhatnék, itt a múlt föltárásában igyekeztem közreműködni a privatizációt, napirendeleti felszólalásban is részleteztem, illetve egy vizsgabizottság munkájában vettem részt, amely föltárta az előző kormányzat által hozott hibás döntéseket. No, akkor menjünk tovább a következő diára, és most már egyre inkább fókuszálunk Rákosmentére és Rákosmente fejlesztési kérdéseire. Az első téma, amit szeretnék megidézni, az agglomerációs törvény és az országos településrendezési terv módosítása. Ezek azok a jogszabályok, amelyek országosan, mindenhol, az OTRT, ami országosan, a budapesti agglomerációs törvény az, amely Budapest és közvetlen környezetét meghatározza, hogy hol vannak beépíthető területek, hogy milyen övezetben találhatóak azok, mezőgazdasági vagy erdőterület, vagy városias települési térség, és így tovább. Azt hiszem, hogy legalább 3 évtizedes cél a kerületnek a munkahelyteremtés, és leginkább nem a belső, az L4-es lakóvezetbe tartozó területek környékén, hanem minél inkább kijebb, és mióta ugye megépült az M0-as autóút, 2008-ban adták át, azóta ez lett a célterület, hogy a jövendő ipari munkahelyi területét itt kell létrehozni, mert ez okozza a legkevesebb zavarást, és itt van a legtöbb alkalmas terület, amely befogadhat munkahelyteremtő beruházásokat. De viszont ennek a besorolása a legmagasabb szinten, a törvényi szinten, az agglomerációs törvényben és az OTRT-ben is mezőgazdasági terület volt. Ilyen területen munkahelyteremtő beruházás nem jöhet létre. A törvény nem engedi meg. És ezt 2011 és 13 között, először 12-ben a budapesti agglomerációs törvényt, aztán 13-ban az OTRT-t sikerült így módosítani, hogy a teljes terület, amely a Pesti út és a Pécsi út között található és az M0-ás által lehatárolt,
az városias településítésig lett. Ez törvényelőkészítési szakaszban lett úgymond bele téve, amikor még nem volt benyújtva a parlamentbe, írt is róla például a HVG, ami tehát feltűnt, hogy hogy lehet az, hogy 227 hektár Budapesten hirtelen átkerült egy munkahelyvezetbe. Hát ennek a parlamenti működésnek és az ottani képviselő munkának volt az eredménye, hogy végül a kormány elé már úgy került, hogy benne volt rákosmente, ennek ez a nagyon fontos döntése. Úgyhogy ez a másik olyan kérdés, ami, tehát hogyha csak ez sikerült volna, azzal is boldog lettem volna. De ezt higgyék el, ha ma még ennek nincs kézzelfogható jelentősége, hiszen még az összes többi alacsonyabb rendű jogszabályt hozzá kell igazítani a megváltozott törvényhez, de majdnem ez a kerületnek egy hatalmas kitörési pont lesz. Ugye most készül a fővárosi keretszabály, az FSKT, illetve a TST módosítás, utána következik a kerületi szabályozási terv, amit megalkotunk a területre. Közben folyamatosan tudják, itt jelentős mennyiségben a testület előtt voltak területvásárlási előterjesztések, tehát a kerület most már majdnem 60 hektárral jelen van a területen, az önkormányzat. Úgyhogy itt egy kitörési pontot látunk, amely a későbbiekre vonatkozólag kerületi emberek számára új munkahelyeket jelentenek, és Rákosmenti önkormányzata számára pedig hatalmas új adóbevételek lehetőségét. És ez nyilván később a kerület fejlesztésében, működésében meg tud jelenni. És akkor jönnek a fejlesztések, beruházások, az utolsó témakörre fordulunk át, amit képviselői munkám módosítani indítványai útján sikerült a kerületbe becsatornázni. Ezt a most következő néhány milliárdot szeretném részletezni, mert ezek szerintem fontos eredmények még. Az első a belterületi utak aszfaltozásával van összefüggésben. Korábban még az első Orbán kormány alatt 2001-ben vezették be az útépítési normatívát, amely a fővárosi kerületek számára is elérhető forrásokat jelentettek. Ezt a Gyurcsány-Bajnai kormány megszüntette 2009-ben, és egy képviselői módosító indítvány útján ezt 2011-ben sikerült visszahozni, és 2011 óta minden évben az állami költségvetés része a kerületeknek járó útépítési normatíva, amelyet földes utcák aszfaltozására, víz elvezető rendszerek kiépítésére, járdaépítésre lehet igénybe venni. Ez 11 óta az idei évvel bezárólag több mint 1,5 milliárd forintos új bevételt jelentett Rákosmentének, ebből 18 utca épülhetett meg, összesen 7 kilométer eddig. A következő szintén az útépítések sorában tartozik, de egy kiemelt nagy beruházás, ez pedig a Feréhegyi út meghosszabbítása. Ezek is parlamenti módosító indítványok útján keletkező bevételek, két ütemben, egyszer 630 millió, egyszer 670 millió, az egyik a 12-es állami költségvetésben, a másik a 13-as állami költségvetésben jelen meg, így összesen 1,3 milliárd forint. Ez egy 3-4 évtizedes célja Rákosmentének, hogy ott épüljön elkerülő út. Talán emlékeznek rá, mindig meg szoktuk ígérni a választási kampányban, szinte minden párt, aki itt elindult, ez az egyik mindig jelenlévő tézis, aztán nem valósult eddig meg. Most megvalósul, a fele már kész, a másik fele idén befejeződik, és létrejön ez a nagy, nagyon fontos Rákoshegyet tehermentesítő új út, amely nem csak hogy a zajterhelést, a környezetszennyezést csökkenti Rákoshegyen, hanem abban bízunk, hogy az út mentén új munkahelyek is jöhetnek majd létre, és ezáltal a helyben elérhető gazdaságfejlesztés és munkahely program az ilyen támogatást nyer. Tehát ezt én szintén egy fontos eredménynek tartom. A következő dia pedig már a Rákosmenti Sport és Rendezvénycsarnok építése. Itt jelen pillanatban ott állunk, hogy hamarosan kormánydöntés fog születni, amely rendelkezik arról, hogy Rákosmenti Sport és Rendezvénycsarnoka állami támogatásból megépülhet. A Népkert melletti sportpályán, ahogy az 2008-ban már a képviselőtestület egyszer elhatározta. Nagy volumenű beruházásról van szó, összértékét tekintve látható a szám 3,6 milliárd forint plusz áfa összeg, sőt, ha még a tekepályát is hozzáveszünk, amit különösen Dunai Mónika szorgalmaz, és a Rákosegyi tekések, akkor az 3,9 milliárd plusz áfa lesz várhatóan.
Én ezt is nagyon fontos eredménynek tartom, olyan tekintetben, hogy erre a miniszterelnök a szavát adta. De itt járt múlt héten Rákos Mete TV-nek adott nyilatkozatot, és bejelentette, hogy támogatja ezt a beruházást, állami forrásból valószínűleg meg fogjuk tudni valósítani, hamarosan a kormány erről egy döntést fog hozni. Erről a sportcsarnokról egyébként még részletesebben is fogok beszélni. És akkor a következő dián látható, és ebben még nincsen benne a sportcsarnok, és nincsenek benne az elnyert EU-s pályázatok. 2010 óta ennyi pénz sikerült a módosító indítványok útján Rákos Mentének kiharcolni. Ezt az 5,2 milliárd forintot, ennyivel gazdagodott a bevételünk. Nem számoltam hozzá azokat, amiket az elején felsoroltam, adósságátvállalás, pedagógus bér átvállalás és így tovább, hanem ez az az összeg, amit egyéni képviselői módosító indítványokkal tudtam kiharcolni a kerületnek. Ennyivel többel tudtunk gazdálkodni ebben a négy esztendőben. Ha tovább megyünk, a sportcsarnok állami támogatását egyőre még így külön vettem, hogyha az meg lesz, akkor én ezt még ide fogom csatolni, hiszen az elmúlt másfél éves munkám része volt, hogy ezt a forrást megszerezzük. Akkor nyilván ez a szám, ez áfavált növelt összegről beszélünk, akkor a 10 milliárd környékén fog majd végződni. És akkor csak, hogy lássák azt képviselőtársaim, hogyha hozzávetnénk azt is, amit önkormányzatként és polgármesterként sikerült kiharcolnunk az EU pályázatok körében, az akkor még további, hát majdnem 3,5 milliárd forint. Ennyi volt a pályázati bevételünk 2010 óta. Nem számolom a 2010 előtti pályázati bevételeket, csak azóta, ami a kerületbe beérkezett pályázatból. Az önerő alap az, amit a kormány ad, az ön részünk megsegítése céljából, ezt még egy kiegészítő forrásként tudtuk igénybe venni. No, tisztelt képviselőtársam, ennyi volt az országgyűlési képviselői munkának a legfontosabb eredményeiből szóló beszámolón. Bízom benne, hogy ez kellően alapos volt, és bemutatta azt, hogy Rákos Mente számára mit tudtam kiharcolni az országgyűlésben, és mint búcsúzó országgyűlési képviselő szerettem volna önöknek ezt tudomására hozni, bemutatni, hogy lássák, tudják is, a nyilvánosság felé is erre lehessen hivatkozni, tehát ez a mi